alaszántói Almakúti Kft. Ügyvezetője Dick van Maurik 1996-ban érkezett Hollandiából, és kapott lehetőséget a cég felépítésére. A 130 hektárnyi gyümölcsösben, amelynek a nagy része alma, intenzív gyümölcstermesztés folyik esőztető, illetve csöpögtető öntözéssel, hogy egy hektára vetítve minél magasabb hozamot érhessenek el. Ehhez egy kút is rendelkezésre áll vízelvezető árokkal, tározókkal, ellenőrzött minőségű vízzel. Mindez a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén magas szintű környezettudatossággal párosul. A növényvédőszerek és műtrágyák használatát a minimális mértékűre korlátozzák, ezért is felelhetnek meg a bébiétel alapanyag szigorú követelményeinek. Céljuk olyan ellenálló almafajták kikísérletezése, amelyek termesztése során akár nullára lehet csökkenteni a növényvédőszerek használatát. Ebben a munkában együttműködnek több magyarországi egyetemmel is. Dorogi Bocskai Növénytermesztési Kft. Egy cégcsoport része, amely a gyümölcstermesztés mellett növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkozik. A cég tevékenységét Bódi Mihály ügyvezető mutatta be a verseny zsűriének. A 180 hektárnyi ültetvény legnagyobb részén medgyet termesztenek, amelyből hazai feldolgozó kompótot és fagyasztott árut készítenek. Ezen kívül foglalkoznak még cseresznyével, almával és dióval is. Az elmúlt időszakban intenzívvé tették a termelést, és olyan beruházásokat hajtottak végre, amelyek révén jelenleg már 100 hektárnyi területet tudnak öntözni, és a gépparkjukat is fejlesztették a kézi erő kiváltására. Itt azonban nem állnak meg. A cél az, hogy valamennyi ültetvényükön kialakítsák az öntözés feltételeit. A cég integrátorként és szolgáltatóként is tevékenykedik, és részese annak a Kft.-nek, amit a környékbeli termelőkkel együtt hoztak létre, hogy az összefogással könnyebbé tegyék a gyümölcsök értékesítését. A kerekegyházi Szappanos Gábor és édesapja 1997-ben ültették el az első barackfát. Sokáig csak ketten művelték a gyümölcsöst, de ahogy nőtt a birtok, úgy bővült a foglalkoztatottak száma is. Ma már 53 hektár saját területen gazdálkodnak, és összesen 70 hektárt művelnek 10 állandó dolgozóval és 30-40 idénymunkással. A fő gyümölcsük mára az alma lett, amit csöpögtető rendszerrel intenzíven termesztenek, de foglalkoznak kajszival, cseresznyével, meggyel és szilvával is. A gazdálkodás során mindig szem előtt tartják a környezet védelmét, mert hisznek a hosszú távon fenntartható gazdálkodásban. Büszkék arra, hogy az iskola gyümölcs programban mintegy 10 000 gyermeket látnak el egészséges gyümölccsel. Amikor már több gyümölcs termett, mint amennyit a betakarításkor értékesíteni tudtak, 2003-ban a kerekegyházi telephelyen építettek egy 400 tonna kapacitású hűtőházat, ami egész évben jó szolgálatot tesz.